Én egyáltalán nem tartom, közel se tartom magam is jelentősnek. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyetlen egy jelentősége volt ideig az életemnek, hogy egy ilyen nagy hangulatutazás volt az egész. Egy nagy hangulatutazás, és időnként, mert jó tükör vagyok, ezt a hangulatot, ezt rá tudom vetíteni azokra, akik viszonylag közel állnak hozzám. Amikor az éle száll, felerősödnek az érzések. Emberek milliói tekintenek a semmibe, vagy inkább alszanak, hogy meneküljenek az érzések elől. De van, aki tudja, hogy a vers segít. Kimozdít a mélypontból, kimondja, amit nem merünk, és megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég mesél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Csak őszintén. Sorok között, Truter Imrével. Ma Varrusz Xavérral találkozom. Nem hagyományos módon. A technika segítségével sok ezer kilométert repülünk át virtuálisan. Miközben a költészet szárnyán múltat idézünk és jövőbe tekintünk. Mély, tartalmas és igazi beszélgetés lesz a sorok között. Régi letűnt korok emlékét visszaidézni a költészet dolga, meg a zenéjé, meg persze a társadalomé, hiszen a múltból építkezik a jelen és abból a jövő. De hogy ezen mennyire érdemes filozofálgatni, mennyire lehet ezt mondjuk lefordítani a zene nyelvére, mit jelent az elmúlás az ember számára, amikor sok-sok értéket be tud fogadni, erről beszélgethetünk egy olyan művésszel, aki világhírre tett szert, és aki hol Magyarországon, hol a világ másik végén Kanadában tartózkodik, most épp Kanadában, Varrusz Xavérről van szó. Akit én úgy gondolnám, hogy egy szentimentális, vagyis érzékeny, vagy érzelmes jelzővel is illethetnénk. Xavér most egyébként Kanadában él, és onnan is jelentkezik be, nem máshonnan, mint ahol egyébként egy orgonának is van helye, egy templomból, mert hogy az a szűkebb értelemben vett otthona vagy hazája. Köszöntelek, Xavér, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, így a távolból is, mert mégis közel vagy. Én is köszönöm, hogy meghívtál, Imre. Köszöntöm a nézőket is. Olyan érdekes, amit elmondtál, mert tulajdonképpen manapság, amikor időnként hallok magamról ilyen mondatokat, akkor már benne érzem, hogy ez a megelőlegezett nekrológom. Tehát körülbelül ez fog majd egy napon elhangzani a koporsom felett. Na most nem tudom, hogy mennyire igaz ez a valóságban. Te nagyon kedvesen azt mondtad, hogy én szentimentális vagyok. Nekem a szentimentálisnak mindig volt egy kicsit furcsa felhangja. Az én értelmezésemben a szentimentális, az kevésbé érzelmes és inkább érzelgős. Tehát én inkább igyekeztem mindig a valóságos érzelmekre helyezni a hangsúlyt. Nyilván van egy hivatásom, ami egészen pici gyerekkorom óta kergett, ennek a varázsától szabadulni nem tudok, nem is akarok, tehát valószínű az a kevés, ami még hátra lehet az életemből, az ennek a hivatásnak, amit én tulajdonképpen majdhogy nem azt gondolom, hogy egyfajta papi hivatásnak érzek. Varrusz Xavér gyerekként iskoláit Kőbányán végezte. A kőbányai zeneiskolában tanult zongorázni, majd az orgonával az Ihász utcai református templomban ismerkedett meg. De volt Párizsban a Notre Dame orgonistájának növendéke is. Egészen fiatalon olyan legendák vették körül, mint Kistétényi Melinda zeneszerző, József Attila egykori jó barátja, Fejtő Ferenc író, Szabó Magda, vagy éppen Faludi György. 1977 óta koncertezik, és eddig legalább 3000 hangversenyt adott. Művészetével bejárta az egész világot, és maga Leonard Bernstein bátorította arra, hogy merje megmutatni az orgona hangját, amelyben a világ mindenség lakozik. Háromszor volt házas, két fia van. Kanadának 1984 óta állampolgára, néhány évvel ezelőtt pedig végleg ott telepedett le, s a festői szépségű Új-Skóciában egy templomban éli a mindennapjait. Ha képben vagy, és tetszik a műsor, azért, hogy lásd a következőt is, ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a kis csengőt. Egy olyan közegbe költöztél, amit egyébként nagyon szerettél volna. Úgy költöztél el Magyarországról, hogy a szeretteid közelében is vagy, Kanadában, miközben egy templomot vettél magadnak azért, hogy otthonodul szolgáljon. Miért mentél el, és miért egy templomot vásároltál meg? Nem elmentem, hát én azt hiszem, hogy 40 éve folyamatosan oda-vissza vagyok Észak-Amerika és Európa között, tehát el nem mentem. Eleve minden orgonistának azt hiszem az a vágya, hogy legyen egy olyan gyönyörű csarnok, vagy olyan koncertterem, vagy egy olyan templom, ahol magában lehet, ahol van egy csodálatos orgona, és ahol lehetőleg nincsen főnöke.
Tehát ahol nem fogja majd a plébános úr azt mondani, hogy hosszú volt, hangos volt. Tehát gyakorlatilag az a kis lelki terror, amiben majdnem minden organista él gyerekkora óta, hogy a lelkész vagy a plébános dönt minden hang fölött. Azért ez jelzésértékű, hogy amikor Pierre Cochereaut, aki egykor mesterem volt, kinevezték 1955-ben a Notre Dame-ba főorganistának, akkor az első cselekedetei között volt, hogy a Notre Dame orgonája és a sekrestye közötti telefont leszereltette, és amikor rákérdezett a párizsi érsek, hogy ezt miért tette, Cochereaut mester nagyon egyszerűen válaszolt, azt mondta, hogy a katolikus szentmise az elmúlt 2000 évben többnyire egyforma. Így hát nem várok semmifajta extra üzenetet 5 perccel a mise előtt a papságtól. Úgyhogy gyakorlatilag ugyanezt szerettem volna én is átélni, amikor teljesen kompromisszummentesen egy csodálatos templomi térben, de valójában tényleg csak a zenének tudjuk szentelni a teret, és nagyon érdekes, hogy amikor megvásároltam ezt az óceánparton lévő tényleg gyönyörűséges 1845-ben épített templomot, akkor még azért élt egy-két olyan ember a régi gyülekezetből, sőt, tehát még most is élnek, akik valaha ide jártak 20, 30, 40, 50 vagy 60 évvel ezelőtt templomba is. Nagyon érdekes, hogy ők tökéletesen elfogadták ezt az állapotot, tehát semmifajta, hogy is mondjam, lelki törés nem volt bennük azért, hogy más funkciója lesz a templomnak. Az egyikük úgy fogalmazott, és azt hiszem, hogy ez a legpontosabb fogalmazás, azt mondta, hogy ez a templom 200 évig Isten szavának a csarnoka volt, most Isten muzsikájának a csarnokává lesz. És torontói ingatlanokat nézegettem, és szó szerint így volt, hogy a kezem rajta volt a számítógép kurzorán, és úgy néztem a térképet, és ahogy a kurzort húzogattam, egyszer csak egy disznó szúnyog rálandolt a mutató ujjamra, amelyik ugye az egérnek a bal gombját igyekezett használni, és azzal a mozdulattal, ahogy megpróbáltam lecsapni a szúnyogot, elmozdult a kurzor, és áthúzódott 1800 kilométerre arrébb Új-Skóciába, és akkor egyszer csak ott volt a lista tetején ez a templom, úgyhogy végülis ez volt a legegyszerűbb oka, hogy megvásároltam. Egy kicsit talán úgy érzed, hogy visszautaztál az időben? Az egyik legelső, nagyon fontos lelki élményem, ami tulajdonképpen olyan 4 éves koromtól 8 vagy 10 éves koromig elkísért, az a Mary Poppins történetek voltak. Tehát én tulajdonképpen egy ilyen tiszteletbeli Banks gyerek vagyok, én annak a családnak vagyok a tagja, és nekem valahogy úgy álmomban minden este ott volt Mary Poppins az ágyam mellett, és történtek ezek a vadabbnál vadabb, mindenfajta hihetetlen kalandok, és hát ugye ebbe benne volt ez az egész utóviktoriánus, fantasztikus kis angol világ, a maga dilis szokásaival, szép kis házaival, 5 órai elmaradhatatlan tejáival. Amióta ide költöztem, azóta egyfajta központ is lett ez a templom, amit egyébként azóta már Varnus-halnak és Varnus-teremnek hívnak. Azóta ez fajta központ lett, mert rengeteg koncertünk van, rengeteg muzsikus meglátogat itt minket, de ugyanakkor társadalmilag is egyfajta gyűjtőhely, mert minden délután 5 órakor szertartásosan az igazi nagy angol úgynevezett lóti föl van szolgálva, rengetegen jönnek, beszélgetnek, és egy olyan fajta társadalmi szervezkedés indult e körül a templom körül, vagy e körül a koncertterem körül, ami tényleg egészen varázslatos. És aztán ez rendszeresen abba torkolik bele, hogy a nappaliból, ahol most ülünk, átmegyünk a koncertterem részbe, és akkor orgonálok 10-15 percet az éppen tejára eljövőknek, úgyhogy tényleg fantasztikus ez az egész világban belekerültem, és ugyanakkor ez a világ ez nem számolja fel azt a szerelmemet, ami Magyarországhoz köt. Mi hiányozna Magyarországról? Érdekes, hogy amikor az ember 1-2-3-4-5 évre eltávolodik a szülőhazájától, akkor érdekes, hogy mik azok a képek, amelyek beugranak és amelyek hiányoznak, és furcsa módon az egyetlen dolog, ami hihetetlen módon hiányzik, és azt még nem tudtam bármennyire is gyönyörű a táj pótolni, azok a fantasztikus délutáni séták a Fiumei úti kerepesi temetőben, ahol az ember gyakorlatilag percről percre átérzi
a történelemnek a csodáját. Mert önmagába véve a természet az, ahogy mára írta, csodálatos, de egy idő unalmas. De a természetet úgy kapom meg, hogy közben minden egyes kő a rajta lévő felirattal emlékeztet engem a múltra, az csodálatos. Sokat beszéltél a templomról, meg régi korokról. Te magad egyébként régi vágású embernek tartod? És hogyha azt veszed észre, vagy úgy érzed, hogy régi koroknak a hangulatát, a szellemiségét, a párbeszédét, emberek közötti interakcióját nem nagyon tudjuk visszahozni, akkor mik azok, amik neked igazán hiányoznak? Milyen költői beszélgetések, milyen költői találkozások, vagy milyen emberi gesztusok hiányoznak neked? Én azt hiszem, hogy az a kifejezés, hogy a régi vágású ember, ez tulajdonképpen egy megtévesztő kifejezés, mert hogyha arról beszélünk, hogy ha most visszaugorhatnék a korban, és most ott ülnék a Philadelphia kávéháznak a teraszán, és Kosztolányival vagy Máraival beszélgetnék, vagy bármifajta ilyen múltugrásba részt vehetnék, akkor valószínű, ha ott lennék már konkrétan a beszélgetésben, akkor nem úgy azt érezném, hogy ezek, hogy is mondjam, régi vágású emberek, hanem valószínű azt érezném, amit egyébként megdöbbentő módon mindig Faludi mellett is érzett az ember, hogy ott ül egy 90 év fölötti agasztján, ott ül fiatalok hatalmas falkájába, gyűrűjébe egy-egy ilyen egyetemi Faludi találkozón, és hogy a 90 éves öreg úr ezerszer korszerűbb, mint az, aki körbeülik. Tehát tulajdonképpen egy percig nem tartom valószínűnek azt, hogy mondjuk Kosztolányi, vagy különösen Karinti, vagy régebbi korokban is, akár Bach mellett ott ülne az ember, akkor úgy érezné, hogy ez egy kvázi korszerűtlen világ. Lehet, hogy bizonyos szóhasználatok mások lennének, de hát ezek az emberek nem csak a maguk korában voltak roppant eszes, roppant fürge gondolkodású, roppant kombinatív, nagyon jól aszociáló és nagyon jó szintetizáló emberek, ezek minden korban azok, és valószínűleg ez a titka a műveiknek. Mert amikor az ember egy 100-150 vagy 200 éves verset elolvas, vagy egy Bach muzsikát meghallgat, akkor mondjuk ezt mindennek érezheti, csak nem korszerűtlennek. A te családodban is voltak olyan beszélgetések, amelyeket te például utóbb tudtál meg, hogy léteztek. Mert hogy nem volt tudomásod arról, hogy ezeket rögzítik, ez egy érdekes történet, mert hogy közben meg olyan dolgok maradtak rád, amiben részese is voltál, aktívan ezeknek a bizonyos beszélgetéseknek, amiről szó van, másrészt viszont csak utóbb tudtad meg, vagy utóbb tudtad nem csak azt az információt, hogy ezt fölvette, rögzítette valaki, hanem tudtad meghallgatni kívülről ezeket a bizonyos dolgokat, amiben benne voltál. Mesélj már erről, ez pontosan hogyan történt? Apámnak volt egy archiváló szenvedélye. Erről többé-kevésbé tudott a család, de hogy ez milyen drámai mélységű volt, erről nem igazán. Ezzel tulajdonképpen akkor szembesültem, amikor most 3 esztendővel ezelőtt apám egykori szobájában a halálos ágya fölött egy fémdobozban találtam régi magnókazettákat. És ezeket rögtön elkezdtem hallgatni, aztán megdöbbenten digitalizálni kezdtem, és miután mindent végighallgattam, rögvest választ kaptam arra a nagyon régi kérdésre, hogy vajon a 60-as években, a 70-es években unatkoztunk-e? Unalmasabb volt a világ? És hát rá kellett arra jöjjek, miután meghallgattam ezeket a felvételeket, és ez azért nagyon érdekes, mert apám, én azt hiszem, hogy jó részben titokba készítette ilyen nagy egykori orsós magnókkal ezeket a felvételeket, tehát a család úgy tűnik, hogy nagyon sokszor nem tudott róla, hogy egy felvétel készül. Apám, akit egyébként az öcsém azóta egy hobbi 3x3-asnak nevez, mert tényleg elképesztő, hogy milyen mennyiségben készültek ezek a felvételek, olyan családi beszélgetéseket rögzített, amelyek akkori szinten teljesen átlagosnak mondhatóak voltak. Nem érezted úgy, hogy ez olyan egy picit, mint mondjuk a Big Brother, hogy úgy belelátni, belehallani azokba a történésekbe, amikről fogalmatok sem volt? Lényegében volt olyan is, amiben nem vettél részt. Rá kellett arra jönnöm, hogy az a világ,
az sokkal fürgébb fantáziái volt, mint a mostani. Valószínűleg ez következett abból, hogy az a generáció, vagy az a korszak sokkal többet játszott, és sokkal kevesebbet szórakozott. Most megfordult a trend, most mindenki szórakozik, és nem játszanak. A játékhoz kreativitás kell, a szórakozáshoz elég egy kényelmes karosszék, meg egy literes kóla. Tehát egészen más volt, és úgy tűnik nekem, hogy ezeknek a játékoknak, ami tulajdonképpen a valós élet volt egyben, hogy ezeknek a játékoknak mindig volt egy-egy ilyen spiritus rectora, ez esetben a nagymamám, az apai nagymamám, aki egy roppant költői, roppant vadgondolkodású, zseniális, azt hiszem, hogy zseni gyanús nő volt. Ő úgy írta a családunk életének a szappanoperáját, hogyha ma föltámadna a sírból, akkor szerintem pályaszélre kerülnének a legnagyobb szappanopera írók, mert elképesztően tudta megtervezni a történéseket. Hol kell a családban egy kis feszültséget szítani? Hol kell valami olyan információt bedobni, ami föl fogja kavarni az állóvizet? Hol kell inkább kockacukrot adni? Tehát a Korbács kockacukor elmélettel zseniális szappanoperát írt, láthatólag egyébként a nagyanyám, vagy hallhatólag a nagyanyám írta ezt a szappanoperát, amiben olyan féltudatosan mindenki részlet, és elképesztően érdekes beszélgetések voltak. Volt olyan konkrét történet, ami számodra akkor vált világossá, amikor ezeket a szalagokat meghallgatta? Tehát ami számodra családról teljesen új vonatkozású dolog volt, és más fényben, más színben tüntetett föl bizonyos történéseket, dolgokat? Eleve nagyon érdekes volt annak a tudomásul vétele, hogy azok az emberek, akik a haláluk régmúltja miatt tulajdonképpen már csak olyan nagyon megkopott emberek voltak az életemben, hogy ezek az emberek mennyire okosak és mennyire fürge gondolkodásúak voltak, és nagyon érdekes volt végül például végigélni a magnószallagok által azt a délutánt, amikor anyám és apám megházasodott. Az egész délután, ami utána volt egy ilyen fogadás, ami ott történt, az gyakorlatilag föl lett véve. Az akkori naivitások, az akkori tervek. Eleve érdekes, hogy anyámnak másfél oktával magasabb volt a hangja. Tehát nagyon különös volt ezekkel szembesülni, de voltak olyan elképesztő mondatok is, mint például amikor a déd nagyanyám, aki egyébként akkoriban vidéken élt a déd nagyapámmal, egy ilyen beszélgetés során egyszer csak évőzve megszólalt, és hát ebbe te, aki a szellem embere vagy, nagyon meg fogod érezni a humornak a kellően diszkrét csípését. Azt mondta a déd nagyanyám a déd nagyapámnak, hogy fiam, ha kettőnk közül valamelyikünk meghal, akkor én fölköltözöm a nővéremhez, Pestre. Zseniális elszólás. Manapság a 21. században ilyen mondatokat csak nagyon kifundált művészfilmekben lehet hallani, és azt hiszem, hogy 50 évig kell ülni egy kávéházba, Pesten vagy Párizsban, hogy egy-egy ilyen mondat elő jöjjön spontán módon. Akkoriban ezek a mondatok azt hiszem sokkal spontánabbul jöttek elő. Te találkoztál sok költővel, íróval, aki egyébként meghatározó volt a társadalom, a költészet, az irodalom és egyáltalán gondolkodás szempontjából. Ilyen volt a már általad említett Faludi György, és ilyen volt egyébként Fejtő Ferenc is. Fejtő Ferenc-e Párizsban találkoztatok, méghozzá az otthonában. Ez neked mit tudott adni? De mik voltak azok a nagyon fontos momentumok, ha röviden össze tudod foglalni, ami számodra Fejtő Ferencet, vagy az ő gondolkodását jelképezi? Fejtő Ferencnek nem létezett két nyelvezete. Nem létezett öt nyelvezete, őnek itt csak egyetlen egy volt. Ebben hasonlított a nagy generációra, a Krúdi Gyulára, aki a Szabójának való háromsoros levélben éppen azt a nyelvet használta, amit a Szindbádban. Fejtő Ferencnek is egy személyisége volt, és egy nyelve volt. Tehát a legegyszerűbb, mondhatni, hogy átlagosnak tartandó délutáni beszélgetésben is a mellékmondatok olyan elképesztő zsizsegésével tudott aztán mégis visszatalálni a mondat kezdetéhez. Olyan mérhetetlen árnyaltsággal tudott beszélni. És ami a legmegdöbbentőbb,
szokása volt, és ez volt tulajdonképpen a hátborzongató, hogy mindent rögtön történelmi távlatban tudott értékelni. Ezt hogy érted? Semmifajta a pillanatnak számító hevesség nem volt benne, akár egy baleset, akár egy politikai esemény, akár egy haláleset. Mindent rögtön történelmi távlatban tudott. Ez egy egészen elképesztő képesség. Tehát egy olyan mérvű józanság volt a mérlegelésében és a gondolkodásában, amilyen mérvű józanság még sokszor a legnagyobbaknál sem föllelhető, mert ez már nem is annyira józanság, hanem egyfajta speciális vérmérséklet kérdése. Volt még egy nagyon döbbenetes dolog ebben a fejtői barátságban, hogy ő tanított meg engem tulajdonképpen barátnak lenni. Az ember hajlamos arra a fajta barátságra, különösen a 21. században, ami ma már nagyon átalakította a barátságnak az alapvető elveit. Tehát, hogyha valakiről körülbelül tudjuk, hogy még él, valakiről tudjuk, hogy körülbelül jól van, akkor sokkal felületesebb kapcsolattartást is barátságnak nevezünk. Akármilyen élethelyzetben voltam, időről időre megcsörrent a telefonom, és azon a kedves, öreg, reszketek hangon azt mondta, hogy szervusz, drága Szavér, Feri vagyok, Fejtő Feri Párizsból, mondd, hogy vagy. Na most ezek a mondatok, ezek olyan égetően korszerűtlennek számítottak, és számítanak a mai napig is, és ezek azok a mondatok, amiket az egész világ visszavágy. Amikor valaki mindenfajta érdek nélkül nem akar pénzt kérni, nem akar ingyenjegyet kérni, nem akar semmit, egyet akar tudni, hogy jól vagyok-e. És ez a fajta barátság, ez tulajdonképpen odáig azt hiszem, hogy ismeretlen volt az életemben. Azért, mert a korszellem más diktál. Tehát, hogyha ilyen értelemben kérdezed, akkor a Fejtővel való barátságom egy roppant korszerűtlen és csodálatos barátság volt, mert olyan gesztusokat és olyan valós felelősséget és érdeklődéseket tartott a másikkal szemben, amely manapság már nem divat. Költőkről beszéltünk, neked az egyik fontos költőd Heltai Jenő. Az ő költészetével hogyan ismerkedtél meg, hogyan került hozzád közel? Az ő humora volt az, ami megfogott, az intellektuális humor, amit ő képvisel, vagy a nyelvezete, vagy mi volt az, ami hozzád leginkább közel állt? Heltai Jenő minden bizonnyal azért áll hozzám közel, mert amit előbb említettem, nagyanyámról és arról a generációról, ez tulajdonképpen Heltai Jenő. Tehát ahogy a nagyanyám generációja élt, az tulajdonképpen Heltai Jenő által lett leírva. Ahogy ők gondolkodtak, azt Heltai írta le. És erre tudok neked egy nagyon, nagyon érdekes példát mondani. Nagyanyámnak a legkedvesebb költője Kosztolányi volt a 30-as években. És mit tesz Isten? Egyszer bement nagyanyám az egyik budai kávéházba vasárnap délelőtt, mert akkoriban az úriasszonyok még a cukrászdába szerezték be a vasárnapi ebédhez való süteményeket. Ott ült Kosztolányi, ez 30-as évek legelején volt, és a nagyanyámnál ott volt a táskájában Kosztolányinak a szegény kisgyerek panaszai, mert akkoriban az úri hölgyek valószínű a kedves költőjüknek a legutolsó verses kötetét a táskájukba tartották. Legalább valami oka volt a női ridikülöknek, és odalépett a nagyanyám Kosztolányihoz a kötettel, hogy legyen kedves, írja alá. A nagyanyám elmondása szerint a következő történt, Kosztolányi hosszan és szigorúan, de kedvesen ránézett, miközben felvette az asztalról a híres Waterman töltőtollát, amiben zöld tinta volt, a nagyanyámnak mielőtt aláírta, csak ennyit mondott. Írni? Ingyen? És aláírta a kötetet. Szóval ez volt Heltai Jenő. Mindaz, ami ebből a világból eltűnt, az Heltai Jenőben tovább él. Nagyon sok klasszikus jelent igazi idolt Xavier életében. Heltai Jenő is, aki 1871-ben született egy kereskedő fiaként.
Tehetsége az íráshoz hamar egyértelművé vált. Verseit már 14 éves korában publikálták. Sok más költőhöz hasonlóan aztán érettségi után azért, hogy komolynak tekintett szakmát szerezzen, ő is a jogi pályán indult el. De sokáig nem tudta magában elnyomni érdeklődése tárgyát. A jogi kart félbehagyva újságíróként kezdett el dolgozni olyan nagynevű lapoknál, mint a Magyar Hírlap vagy a Pesti Napló, miközben remek verseket írt. De nem csak a verselésben tudott nagyot alkotni. Színpadi szerzőként dolgozott a Víg Színháznál, és a Magyar Színház igazgatója is volt 2 évig. Egyik leghíresebb darabja a Néma Levente, amelyből később film is készült. Hú, mindjárt varázsolok. Sosem tudod, hol kél a nap, hogy merre van kelet. De azt tudod, hogy mindjárt folytatjuk. És azt tudod, hogy jön egy másik adás? Feliratkoztál? Ne, különben nem látod. Nyomd a csengőt. Hát a Jenő egy korszakos zseni volt, aki lényegében megalkotta az igazi kabarét a költészetben. De hát vannak olyan versei, mint például ez a bizonyos kérdőív is, ami ennél sokkal-sokkal mélyebb. Heltaihoz azért köt egy plusz és nagyon különös emlék, mert még gyerek voltam, amikor egyszer a csodálatos kis Tétényi Melinda, aki nekem zenei anyám volt, és akinek én ott mindig ilyen kisinnasa voltam a koncerteken. Kis Tétényi Melinda Debrecenbe ment koncertezni a Nagy Templomba. Valamiért Szabó Magda aznap szintén ott volt Debrecenben. És ők úgy nagyon jóba voltak, nagyon jó barátságban voltak. Ehhez a barátsághoz egyébként tartozott még egy harmadik hölgy is, Tóth Árpádnak a lánya. És az esti koncerten a Nagy Templomban ott ült Szabó Magda is, majd amikor a koncertnek vége lett, és Kis Tétényi Melinda az autogramokat kiosztotta, addigra már gyakorlatilag teljesen kiürült a templom is, és a tér is, és hogy jöttünk ki, egyikük, és ez most furcsa, mert nem emlékszem, hogy melyikük, de egyikük szandálja elszakadt, az a kis pántocska elszakadt a szandálon, és leültünk a Nagy Templomnak a lépcsőjére, és akkor a két hölgy ott valami fajta ilyen biztosítótűvel megpróbálta ezt a pántocskát összetűzni. És miközben ott ültünk, és ilyen röhigcsilő hangulat volt, és ott ült ez a két tulajdonképpen kora ellenére is szertelen kamaszlánya a lépcsőn, és akkor én ott kisinasként ott álltam mellettük. Közben ott, ahogy szórakoztatták egymást, többek között akkor verseket is mondtak. És akkor került elő egy heltai vers, és ez a heltai vers akkor engem úgy nagyon megfogott, mert mivel engem azért, nem mondom, hogy kizárólag, de nagyon jelentős részben a nagyszüleim neveltek fel, éppen ezért ez az egész világ, ez a 20-as, 30-as évek világa, ez roppant közel állt hozzám, és ezekből a versekből, ahogy előbb is mondtam, ez tündöklött ki legelsősorban. Heltai Jenő, a pesti életművész híres volt különbségéről és arról, hogy nem félt eltérni az aktuális trendektől, és mert foglalkozni az élet nehezebb kérdéseivel is. Az idősödő költőben az életigenlő, hedonista évek után megszólalt a melankólia, a fiatalság elmúlásának gyötrő gondolata. Ebben az időszakban születtek a költő legmélyebb és leghatásosabb versei. Az életben hozott döntésekről és azok következményeiről Varnusz Xavér is elmereng. A verset egy vidám, gyermekkori emlékhez is köti, amellett, hogy az az életet összegző nagy kérdés. Mikor elnémul megkínzott szíved, eléd teszik a nagy kérdőívet. Mit mozdulatlanul ajkad elsóhajt? A láthatatlan jegyző jegyzi majd. Mit fogsz felelni? Mert felelni kell. Az életed hol hibáztad el? Egy nagyon fontos költői momentum volt azért az életedben, ez a nevezetesen, amikor Fejtő Ferenccel beszélgettél, akkor azért az is eszedbe jutott, hogy ez az ember bizony a korszak egyik legnagyobb sőt a magyar irodalom vagy világirodalom egyik legnagyobb alakjával, József Attilával is beszélgetett. Nem volt ez olyan neked, mintha évszázadokat fognátok át a kezetekkel? Tehát amikor kezet fogsz, vagy beszélsz egy Fejtő Ferenccel, hogy üzensz a múltnak, vagy egy olyan gyökérnek, ami ugye átfogja gyakorlatilag, vagy segít egy új hajtást fogantatni a következő századnak? Már eleve az nagyon furcsa, ahogy az ember öregszik, egyre inkább rájön, hogy azok, amik gyerekkorában még ilyen időtávlatbeli, ismeretségbeli csodának számítottak, azok tulajdonképpen mennyire természetes dolgok. Mert
Én még jól emlékszem arra, amikor az én gyerekkori hangversenyeimen részt vett például Bárdos Lajos. És ha az ember ma elmegy a Margit körúton, akkor gyakorlatilag egy annyira öregnek tűnő, annyira bemohásodott emléktábla emlékeztet arra, hogy valaha itt lakott Bárdos Lajos, mint ahogy már egyre inkább mohásodó az a sírkő, ami a kerepesi temetőben Falódi György sírját jelzi. És ilyenkor valahogy az ember megérzi azt, hogy mi valójában egy rettenetes illúziónak vagyunk a rabjai, mert valahogy az ember elhitetik gyerekkorában, hogy az élet sokáig tart. Az élet nagyon rövid ideig tart, és valószínű az, ami nekünk nagy klasszikusnak tűnik, tehát amikor pontosan, amit te mondasz, ez a történet, hogy ott ülök Fejtő Ferenccel Párizsban, beszélgetünk, és egyébként itt elmondom neked, hogy életem egyik legcsodálatosabb, furcsa pillanata az akkor volt, amikor egyszer meg voltam hívva Párizsba egy szilveszteri mulatságba, de gondoltam, hogy előtte meglátogatom az öreg urat, és ott a Pompidou központ mögött lakott a térnek a sarkán. Várj egy picit, Szabér, a Pompidou központot, aki nem ismeri, esetleg azt magyarázzuk el, ez Párizs középpontjában egy olyan nagyon modern építészeti stílusban megalkotott kulturális center, ahol Fejtő Ferencnek egy kocka, üvegkalitka lakása volt, ahol te is jártál, és ahol beszélgettetek, amiről Fejtő Ferenc egyébként azt mondta, hogy csodálatos dolog az, hogy a művészet középpontjában él, de közben meg nagyon furcsa az, hogy amikor reggel föl kell, és elintézte az első vécézését, akkor kinéz az ablakon, és egy építkezést lát. 4 órakor érkeztem, beszélgettünk 1/2 órát, vagy legalábbis annak tűnt, ugyanis amikor ránéztem az órára, akkor 3:30 volt. És amikor Fejtő elmondta nekem ezt a bizonyos pillanatot, én rákérdeztem arra, hogy találkozott-e Thomas Mannnal, és akkor elmondta, hogy igen, ez egy nagyon furcsa dolog volt, hogy meghívta őt 60-i báró arra az estére, amit Thomas Mann tiszteletére adtak egy vacsorára a Budai Várban lévő 60-i villába, és ott volt Thomas Mann, és ott volt Kosztolányi, és ott volt Karinti, és ott volt Móricz Zsigmond, és ott ültek, és Thomas Mann azt mondta neki, hogy, vagy bocsánat, nem neki, azt mondta Thomas Mann 60-i bárónak, hogy ő neki régi vágya, hogy egyszer találkozhasson Bartók Bélával, mert neki van egy megoldatlanság a Bartókkal kapcsolatban, hogy Bartók több tanulmányban, de a híres nagy tanulmányában is roppant nagy zeneszerzőnek írja le Liszt Ferencet, márpedig ő, mint Thomas Mann, ideig Liszt Ferencben nem látott többet, mint egy kitűnő, nagyszerű virtuózt és világpolgár, de nem látta benne az igazi Wagneri nagyságú zeneszerzőt. Mire 60-i báró azt mondta, hogy meg akarja ismerni, telefonozok neki, és átjön vacsora után. És valóban Bartók taxival 10 perccel később ott volt, és bevonultak aztán a vacsora után a szivarszobába, ahol a Bartók a zongora mellé leülve 2 órán keresztül zenei részletekkel mutatta meg Thomas Mannnak, hogy ő miért tartja Bartókot nagymesternek és a saját mesterének. És akkor az ember ezeket a mondatokat hallja, vagy azokat a mondatokat hallja, amikor Faludi azt mondta, hogy és akkor felszálltam a 4-es villamosra, és akkor ott ült mellettem Karinti Frigyes, aki azt mondta, hogy nézd, milyen furcsa Gyurka, hogy ott velünk szembe ül egy férfi, és olvassa az Est című újságot, aminek a vezércikke így volt szedve, hogy római fővezér sírját találták meg Aquincumba. És azt mondja, a római fővezér volt a felső sorban, és azt mondta, hogy nézd, milyen furcsa Gyurka, mondta Karinti, ha a római fővezért visszafele olvasod, akkor abból az jön ki, hogy rézevő fia mór. És akkor azt mondta a Faludi, hogy ott ült egy emberrel, akinek éppen úgy hosszába volt az orra és a szája keresztbe, és tökéletesen mindent mindig a fordítottjáról, és mindig a legelképesztőbb viszájáról tudott látni. És amikor az ember ezeket a történelmi neveket hallotta fiatalságában folyamatosan pufogni, és tényleg lehetősége volt, hogy együtt vacsoráztunk több ízben is Tóth Árpádnak a lányával, vagy Faludival, vagy Fejtővel, sokszor soknapos kalandokon voltunk túl, mert utazgattunk együtt, akkor tényleg úgy az ember rájön arra, hogy van ez a régi játék, ez a
ez a készfogós játék, ami roppant érdekes, mert ha belegondolsz abba, hogy én nekem valaha az egyik mesterem Pierre Costreau Notre Dame organistája volt. Az ő mestere az Marcel Dupré volt. Dupré mestere Charles-Marie Vidor volt, Vidor mestere Le Mans volt Brüsszelbe, ő Kirnbergertől tanult, és Kirnberger az viszont még az egyik Bach fiútól tanult. Tehát, hogyha végignézzük, akkor nagyon érdekes, hogy hány készfogásra volt tőlem például Johann Sebastian Bach. Ami persze semmit nem számít, mert nyilvánvalólag egy színész egyetlen életút alatt is öt különféle módon mondhatja el ugyanazt a verset, és mind az ötször hiteles, és mind az ötször ugyanaz az ember, és mind az ötször teljesen más az értelmezése a versnek. Tehát valószínű, hogy előadói vagy művészi szempontból ennek nincs jelentősége, de mégis az emberben ott van az a tudat, hogy öt emberre tőlem ott van Bach. Tényleg érdekelne az is, hogy a te életedben mit jelent az időmúlás. Egyfelől te érzékeled-e azt, hogy múlik az idő? Ha igen, akkor min? Másrészt pedig, amikor fiatal voltál, tehát még fiatalabb, úgy értem, akkor azért voltak az életedben olyan pontok, amikor érzékelted azt a fajta változást, ahogy mondjuk a közvélemény, a fiatalság vagy a rajongók viszonyulnak hozzá. Gondolok itt olyan pontokra, mint amilyen a művészet ebből fakadóan az ismertség, amikor először érezted azt, hogy az emberek fölfigyelnek rád, vagy éppen amikor egy egészen más szerepkörbe, egy más közegbe kerültél, itt gondolok például Friderikus Sándornak a Meglepés Mulatságos című műsorára, amibe ugye beültél, és aztán talán megint másképp viszonyultak hozzád az emberek, ugyanakkor az ismertséged és a népszerűséged nyilvánvalóan nőtt. Vagy olyankor, amikor kivonulsz lényegében a közéletből láthatóan, elvonulsz és alkotói korszakodat éled, de időnként megjelensz és egészen nagy dolgokat művelsz, miközben működnek ez a pici koncertek is. Hogyan működnek ezek a fázisok? Milyen változásokat vettél észre ezekben a bizonyos pillanatokban? Amikor a legelső úgynevezett művészi korszakomat éltem, akkor az emberek automatikusan és természetesen az orgonával kötöttek engem össze. Én viszonylag eléggé korán rájöttem arra, hogy részben ismerem a szórakoztatásnak azt a legalapvetőbb definícióját, hogyha az ember hosszú távon népszerű akar lenni a társaságokban, akkor ne beszéljen a saját szakmájáról. Tehát engem még nagyon nem érhetett senki azon tetten, hogy falhoz szorítottam volna egy társaságba, és orgonasípokról vagy Bach művekről beszél. Ha rákérdez, akkor beszélek, de amúgy nem. Mert az emberek nem ugyanabban az optikai csalódásban élnek, amiben mondjuk a muzsikus, akinek a legfontosabb a muzsika, de az emberek számára nem a legfontosabb. Egy fontos dolgok közül való a muzsika, de esetleg jó esetben, de egyáltalán nem a legfontosabb. Tehát ha szakbarbár módjára csak arról beszélgetek velük, akkor biztos, hogy népszerűtlen leszek. És valahogy úgy megtanultam talán a társasági életnek azokat a szabályait, amik nagyon jó hasznosíthatók, amikor az ember a médiával kerül kapcsolatba, mert hiszen valójában mi a média, semmi, a társasági életnek egyfajta kiterjesztése. Tehát, hogyha veszem ahhoz a bátorságot, hogy most ezáltal a velem szembe lévő fekete üveg henger által én betörjek bárkinek a nagyszobájába egy bizonyos napon vagy estén, és ott beszéljek fél órán keresztül egy dobozból, akkor nyilvánvalólag megpróbálom magam a lehető legszalonképesebbre hozni, hogy érdekes legyek számára, és ne egymerű unalom. És ilyen módon azt hiszem, hogy engem is felfedezett a média, én is felfedeztem a médiát. Tehát Magyarország azért volt mindig egy veszélyes terep, és a mai napig az, mert tulajdonképpen Magyarországnak nincsen igazán intellektuális magasságú újságírása, és nincsen igazán bulvárja, hanem a kettő között van minden. Ami nem baj tulajdonképpen, csak éppen azért veszélyes, mert nagyon nehéz megtalálni azt a nagyon pengevékony ösvényt, ahol az ember még érdekes, de nem triviális. És talán ebben többé-kevésbé szerencsém volt. Egyszerűen rájöttem arra, hogy igen, szükségünk van a 21. században erre az üvegcsőre, amit kamerának nevezünk, szükségünk van, de nem azért, hogy magunkat fejezzük ki öncélúan,
vagy éppen csak üljünk ott és növesszük a szemöldökünket. Azért van szükségünk, mert valamilyen módon azt a terméket, és ezt most mindenfajta pejorálás nélkül mondom, hogy terméket, amit mi forgalmazunk, a klasszikus zenét el kell adjuk az újabb közönségnek. Mi vagyunk az étlap. Mi vagyunk az étlap, és az étlap nem érthető, akkor minket nem fognak megrendelni. Tehát innentől fogva érthetőnek kell lenni. Olyan egyszerűen érthetőnek, hogy kérek szépen egy rántott húst citromkarikával és sült krumplival. Ennyire érthetőnek kell lenni. És ezt az érthetőséget, ezt, amit én nagyon sokszor a művésztársadalmon belül nem érek tetten, ugyanakkor ez az az érthetőség, ami a közönség számára elvárás. Tehát nem idétlenkedni kell, nem színvonal alatti produkciókat nyújtani, nem. A színvonalat a lehető legmagasabban szabad csak tartani. És teljesen mindegy, hogy az ember Bozsók-Szentkereszten játszik, vagy a Carnegie Hallban, vagy a torontói Rajthamzon Hallban, vagy a Notre-Dame-ban. A minőséget mindenhol egyformán, és ez az, ami a nagy igazsága a Bachi életműnek, amely azt hirdeti, hogy a tisztességgel elvégzett munkának az erkölcsi értéke felbecsülhetetlen nagy, és ami az előbb említett fejtőből árad, hogy nincs két nyelve, csak egy. Ugyanazzal a nyelvvel beszél a közértben, mint amit megír aztán a nyugatban. Tehát amikor az ember ezt átérzi, akkor tudja, hogy csak a legmagasabb szinten szabad szakmában előadni magát, viszont kétségtelen szüksége van arra, hogy megtalálja a közönséget. És hogyha ennek a megtalálásnak a televízió és az üvegcső a módja, akkor ezen keresztül. És ennek számtalan visszajelzése van. Tehát azért ez a 25 millió ember, aki a YouTube-on megnézte a felvételeimet, és ennek összesen 2% magyar a statisztikák szerint, tehát tényleg a világ minden pontján nézik. Ez amikor valamikor is földrajzi közelségbe kerülök hozzá, eljönnek a koncertre. És az csak a trailer volt, az csak a beharangozó volt, hogy ők évekig hallgatták egy felvételemet a YouTube-on. De amikor ott ülnek, akár a saját adott templomukban, saját templomukban, amiknek a tagjai már esetleg évtizedek óta, és ott játszom, és ott hallják, tulajdonképpen azzal lesz teljessé a találkozás. Úgyhogy én azt hiszem, hogy meglehetősen tudatosan és bizonyos szelíd lenézéssel kezeltem mindig a médiát. Tudtam, hogy az üzenet eljutatásához szükségünk van rá, de ugyanakkor nem gondoltam, hogy a média az önmagában véve bármit is adna. Annak még semmi jelentősége, hogyha én valakinek a szoba sarkában ott locsogok egy dobozból. A jelentősége annak van, hogy mit locsogok a dobozból. Hogyan éled a hétköznapjaidat? Azt elárulod? Tehát kimozdulsz mondjuk, nem tudom, felkelsz reggel valamikor, utána kimozdulsz, elmész a boltba te magad, bevásárolsz, beszélsz a helyiekkel, hazamész, és otthon gyakorolsz, fogadsz vendégeket, jó beszélgetések vannak. Hogyan éled? A legnormálisabb életet élem, tehát semmifajta, hogy is mondjam, honti hannásodást nem tapasztalok a saját életvitelemen. Felébredek reggel, könyörgöm az első bögre kávéért, nagyjából amikor a tudatomhoz kerülök, akkor a kávé után 10 perccel nagyjából amit akkor mondok, az törvényerejű lehetne, mert akkor vagyok egyedül értelmes. Aztán elmegyek sétálni, kutyát sétáltatni, elfutok a boltba, hogyha vendégek jönnek, és valami hiányzik. Lehető, érdekes, hogy mindezt megteszem egy ilyen elképesztő 500 négyzetméteres birodalomban, ahol van egy hatalmas templomom, ahol van hozzá egy legalább olyan hatalmas egykori paplakom, amiben élek ebben a csodálatos viktoriánus környezetben. Tehát mondjuk ennyivel másabb, mint mondjuk Újpalotáról kiugrani a sarkiboltba. De ha már így nézzük, akkor a sarkibolt nem másabb, mint az újpalotai. Tehát ha az ember bejut, akkor már gyakorlatilag ugyanazzal az árukészlettel találkozik, semmi. Azt hiszem, hogy teljesen átlagos életet élek. Ilyen értelemben az én hivatásom a zene, tehát innentől fogva az, hogy folyamatosan azon töröm a fejem, folyamatosan az agyamnak az egyik Windows-ában ez működik, hogy éppen hogy lesz, mi lesz. Igen, nagy tervek vannak bennem folyamatosan, ezeket szeretném véghez vinni, és talán azért vagyok hálás a sorsnak, hogy a nagy tervek véghezvitele
ha az ember egy ilyen környezetet kap hozzá, akkor azért lényegesen könnyebb. Tehát most pontosan azért, mert ilyen nagyon meghatározó YouTube táborom van, fontos az, különösen a világjárvány elzártságának az idején, hogy minél több zenét tudjanak tőlem ilyenkor is hallgatni, ne csak a koncert felvételeket. És ez egy roppant egyszerűvé teszi az embernek az életét, hogy részben mondjuk ilyen technika áll a rendelkezésemre, amivel gyakorlatilag én most nektek tévéműsor tudok sugározni Észak-Amerikából, de gyakorlatilag az én koncerttermemnek már egy olyan technikai apparátusa van, hogy tényleg az ember reggel megitta a kávét, és viszonylag illedelmesre fésülte magát, akkor négy gombnyomással ez az egész rendszer bekapcsolható. Tehát rengeteg mindent kompromisszum nélkül most föl tudok venni, felvételeket tudom készíteni, ami bizonyos vagyok benne, és a visszajelzések is ezt mutatják, hogy nagyon nagy segítség és könnyebbség egy olyan korszakban, amikor egy ilyen borzalmas világjárvány miatt gyakorlatilag az emberek nem tudnak kimozdulni a világból. Nagyapa vagy, méghozzá közel az unokádhoz. Milyen érzés ott lenni mellette? Ezért vagy most ott tartósan is, hiszen ezért választottad ezt a területet, nem? Hát elsősorban is most az a furcsa helyzet állt elő azáltal, hogy ide költöztem Kanadának a legkeletibb sarkába, hogy jelen pillanatban te, aki Budapesten ülsz, 4 órával közelebb vagy hozzám, mint aki Kanada másik végében, Vancouverben, ugyanebben a pillanatban a napnak nem is tudom melyik szakaszában van. Másosorban azáltal, hogy ide költöztem, majdnem olyan távolságra költöztem, sőt olyan távolságra költöztem az Ontario-ban élő családomtól, mint hogyha Budapestről Londonba költöznék, mert 1800 kilométer van közöttünk, úgyhogy tulajdonképpen sokkal ilyen értelemben nem lett jobb a helyzet, de valahogy mégis az a tudat, hogy az ember tudja, hogy nincsen államhatár közöttünk, és egy országban vagyunk, és viszonylag kevés vezetéssel, tehát másfél nap alatt át tudok hozzájuk jutni, illetve fölülnék egy repülőgépre, akkor egy óra alatt ott lennék. Ez mindenképpen egyfajta könnyítő tudatot ad. Én hoztam neked egy olyan verset, mindenkinek szoktam adni egy útravalót a beszélgetés végén, ami úgy gondoltam, hogy nagyjából pont arról szól, amiről beszéltünk, hogy vannak állandó és örök értékek az ember életében, meg az emberiség a társadalom életében is, és vannak értékmentő emberek, mint amilyen vagy te. És mégis nagyon fontos az, hogy a jelenben éljünk, de hogy a jelenben is túl tudjuk akár magunkat is élni. Nagyjából erről szól ez a vers, ami egy kortárs költőhöz kötődik, Zalán Tiborhoz. Nem tudom, ismeritek-e egymást Zalán Tiborral? Zalán Tibor angyalok dala. Éjszaka, ha árnyak járnak, s eget karistolnak madárszárnyak, éjszaka, ha sötét honol, és a hold dobján űri szél dobol, akkor jön majd el az időnk. Álmot hozunk ismét, s a föld lakói majd mind álmodnak. Újra. Zengése lesz álmodnak. Éjszakádba fehér hattyúk, hófehér zenéket hoznak. Én azt kívánom neked, hogy ezek a zenék ezek megtaláljanak téged is, és az éjszaka leple alatt, amikor úgy bekúsznak a fejedbe vagy a szívedbe, akkor ezeket ki tud magadból játszani az orgonán keresztül. A te YouTube csatornádon borítani ezt rá az emberek millióira azért, hogy minél több ember részesüljön ezekből a dallamokból, és legalább olyan gyorsan, hogy egy fehér hattyú tud repülni. Imre, nagyon köszönöm. Húzes Trigulát egy öleléssel tartozom neked. Jó volt veletek lenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Hát azt hiszem, hogy sikerült egészen aprólékosan, részletesen és hosszan kifejtenünk azt, amiről beszéltünk a tévéműsorban itt a YouTube-on. Mindenkit arra bíztatok, hogy ha szeretné, nézze vissza, mert hogy ezeket a mondatokat jó folyamatosan megnézni és magunkévá tenni annak érdekében, hogy ezek szerint az értékelvek szerint tudjunk élni, vagy legalábbis megfogadjunk néhány intenciót abból, amit Vanus Szavér elmondott. Szóval, aki még nem iratkozott fel a YouTube csatornára, azt tegye meg, nyomja meg a kis csengőt azért, hogy mindig értesüljön az újabb és újabb tartalmakról, legyen szó versről, a sorok között adásairól, vagy éppen olyan új tartalmakról, amik zenéket, vagy éppen sláger szövegeket tartalmaznak. Úgyhogy mindenki, aki teheti, tegye meg. És annak is köszönöm, aki egyébként velünk tartott ezen a hosszú beszélgetésen, mert volt mit magába szívnia. Úgyhogy találkozunk egy újabb alkalommal, egy újabb vendéggel. Mikor elnémul megkínzott szíved, eléd teszik a nagy kérdőívet. Mit mozdulatlan ajkad elsóhajt, a láthatatlan jegyző jegyzi majd.
Mit fogsz felelni? Mert felelni kell. Az életed hol hibáztad el? Hol kanyarodtál balra jobb helyett? Felelj! Tudod az átkozott helyet? Ha menned adná az isteni csoda, mond, visszamennél még egyszer oda? Veszed fejszének hajszolva nyelét, az útrobotját újra kezdenéd? Míg űz a vágy, és sarkantyúz a gond, megfutni mernél még egy maratont? Mindaz, mi hitvány, hazug és hamis, végig csinálnád mond másodszor is. Miért? Miért? Új célokért, avagy azért, hogy eljuss oda, hol ma vagy? Hol elfelejtve minden régi kint, rimánkodhatsz és harcolhass megint. Ezért a díjú zsugorin kimért keserves, édes pici életért. Kovács Kokó István lesz következő adásunk vendége, aki a Muszáj Herkules című verset fogja velünk megosztani. Az ő élete sem volt nagyon könnyű, ugyanis nagyon sokszor akadt problémája és konfliktusa, de ő onnan a Pongrász telepről eljutott oda, hogy a világ egyik legsikeresebb ökölvívója, Európa bajnok, világbajnok, világkupa győztes és olimpiai bajnoki címe is van. Ez minden együtt Kovács Kokó István. A következő vendég a sorok között. Kovács Kokó István. Lehet, hogy az öregedésnek ez az egyik fontos pillanat, amikor az ember rádöbben arra, hogy már a B oldal forog, és igaz, hogy az A oldalon nagyon sok jó szám volt, de most ezen az oldalon most majd már jönnek azok a dolgok, amikor összegezni kell, amikor már le kell lassulni, amikor már más dolgokra kell figyelni, amikor már nem lehet hosszú távra tervezni, amikor be kell látni, hogy ez már nem lesz soha olyan kemény, ez már nem fog olyan szépen egyenes derékkel megmarad. Tehát, hogy, és jönnek a betegségek, és jön minden. Ezzel meg kell tudni barátkozni, és én még nem biztos, hogy arra készen állok. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. A műsor támogatója a Blik. Simple on you. Viselj verset. Kalázdi Kerekes Kft. Belső építészet felsőfokon. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek. Magyar Versmondók Egyesülete. A dolgok változnak. A vers örök.